Felmérve az erőviszonyokat, a kékfehérmezes vendégcsapat pillanatnyilag az utolsó előtti kieső helyen álló Dombóvár gólt nem kapni abszolút defenzív védekező taktikája egy bő fél időn át érvényesült Bonyhádon. Az első játék részben még helyzetekkel kecsegtető kontratámadásokra is futotta a csak saját nevelésű fiatalokat játszató kékfehérektől. Szület után azonban a Bonyhád türelmes passzjátéka hamar góllá érett. A sokadik ilyen és ehhez hasonlatos támadás után a középreívelést követően a visszavont centert játszó Pap Rolandot buktatták a 16-oson belül a védők, gólhelyzetben egyértelmű 11-es. A büntetőt az akcióban résztvevő, azt kezdeményező Agics a kapust egy lövőcserrel megtépesztve biztosan lőtte az ellenkező sarokba. 2-0 a Bonyhádnak. Ezt követően sem változott a játék képe, a dombováriak továbbra is a nagyon zárt védekezést választották, elkerülve talán a nagyobb vereséget. Mivel a második játék részben már szinte alig jutottak el a Bonyhád kapujáig, így a vendégek abszolút sansztalanok voltak a fordításra, a pontszerzésre, nagy volt a pirosak mezőny, illetve játékbeli fölénye. De újabb gólokra már nem futotta a tétmeccsen is győzelemmel bemutatkozó Szekszárdról érkező új edző Bienes Pál csapatának. Igyekeztünk dominálni hasonlóan, mint az edzőmeccseken. Hát azért azt látszott, hogy az ellenfél azért készült bennünk, belőlünk. Nem mertek támadásokat felvállalni, inkább a védekezésre koncentráltak. Hát eléggé agilisan, időnként durván játszottak, és ezzel igazán nem tudtunk mit kezdeni. A második félidő elején szerencsére sikerült gyors két gólt szereznünk, amivel azért megnyertük a mérkőzést. Bienes Pál munkája, stílusa, a kombinatív játék, a ritmusváltásokra törekvés már visszaköszönt a bonyhádi csapat játékában az első tétmérkőzésen, ami felettébb pozitív a várható nagy rangadók előtt. De addig van még mit javítani ezen a téren. Igyekszünk, még egyszer mondom, dominálni, gyorsan játszani. Ez nem mindig a futás gyorsaságán múlik, hanem a gyors döntésen. Meg az igazság, hogy én úgy gondolom, hogy a játékosaink türelmetlenek voltak, tehát jobban meg kell járni a labdát ahhoz, hogy olyan területek nyíljanak, ahova be tudjuk játszani a labdát a gyors embereinknek, vagy a szélén, ahol kevesebb az ellenfél, ott, hogy meg tudjuk bontani. A tervszerű és a kényszerű fiatalításba kezdő más célokat, egész pontosan a bentmaradást maga elé tűző Dombóvár FC trénere sem volt összességében elégedetlen csapata teljesítményével. Amit szerettük volna, azt a srácok mindent megvalósítottak. Úgy jöttünk el most Bonyhádra, hogy szeretnénk egy szoros meccset játszani, ami úgy gondolom, hogy meg is valósult. Tehát én azt kértem a fiúktól, hogy ha fegyelmezetten játszunk, akkor itt bármi lehet. Az első félidőt úgy érzem, hogy maximálisan megoldottak a srácok. Itt a második félidő volt egy 10 perces, úgymond egy kis rövid zárlat, és abban 10 percet kaptunk 2 gólt. De úgy érzem, hogy a Bonyhád jobb csapat, ellenére is, tehát gratulálok is nekik. De úgy érzem, hogy erre tudunk mi építkezni továbbra is, hogy hasonló kaliberű csapatok ellen talán tudunk szorosabb találni pontokat is tudunk gyűjteni. Hát tekintettel arra, hogy a régi szép időkben NB3-at, sőt az NB2-t is megjárt csapata volt a dombóvári futballnak, nem lehet más a célja, mint legalább megyei szinten viszonylag gyorsan újra legyen meghatározó csapata a városnak. Minden bizonnyal partner lesz a klubvezetés is, a jövőt is építő erősítésekben.